A közösségi közlekedés katasztrofális helyzete is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon sokan nem jutnak el orvoshoz Kelet-Ukrajnában. A 2014-ben kezdődött fegyveres konfliktus gyakorlatilag lerombolta az egészségügy rendszerét. Az amúgy is gyenge lábakon álló rendszer képtelen volt reagálni az újonnan felmerülő problémákra és szükségletekre, az egész rendszer összetört. Például a szakorvosi ellátást igénylő eseteknek esélyük sem maradt a nem kormányzati ellenőrzés alatt lévő területeken. De hasonló történt az azonnali sürgős beavatkozást igénylő páciensekkel is, mondta Olena Konopkina, a Medicos del Mundo munkatársa. Annak ellenére, hogy a fegyveres konfliktusnak már a 6. évét írjuk, a szükségletek nem változtak. A katonai beavatkozás következtében a kisebb falvak nagy része totálisan el van vágva a külvilágtól. Vannak települések, amelyek nem, de nagy számban vannak olyanok, ahonnan képtelenség közlekedni. Magyarán rendkívül nehéz orvos közelébe jutniuk a betegeknek. A másik nagy gond, hogy egyre többen mennek el a térségből, vagyis szakorvosok, nővérek döntenek úgy, hogy elmennek. Óriási a munkaerőhiány az egészségügyben, például itt Papasna kerületben, ahol mi dolgozunk. Ez a hiány már 50% alá csökkent, de még így is irtózatosan magas. Tehát vannak a rendelők, de nincsen bennük orvos.